Sziasztok, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Kinda Cast első epizódjában, a Báb és Bolyai Tudomány Egyetem Magyar Film és Média Intézetének a podcastjében. Az első vendégünk nem más, mint Prokop Bence, az alapítója a Fókuszretnek. Kirobbanó szeretettel köszöntök én is minden kedves nézőt, hallgatót, és nektek szívből köszönöm ezt a meghívást és ezt a kellemes fogadtatást. Bence, ez egy nagy nap számunkra is. És úgy érzem, hogy számodra is, mert ma van a szülinapod. A 27. szülinapod, ha jól emlékszem, igaz? Igen, ez így igaz. És akkor elsősorban boldog szülinapot szeretnék kívánni én is, és az itt dolgozó emberek is egyben. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy veletek tölthetek. És megvan a meglepinkés. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, el is fújom, és akkor egy... Vagy hagyjuk itt. Én énekelnék nagyon szívesen, de nem magyarul. Hát valami nirvános lágert, hogyha már a 27. akkor kívánok egyet, értetek. Köszönöm szépen, majd utána elcsáncsogom. Boldog szülinapot még egyszer, de akkor térjünk át egy picit a lényegesebb dolgokra, amiért itt vagy ma, és ez a beszélgetés folyik. Azzal a kérdéssel szeretném kezdeni, Bence, hogy hogyan kezdted el a filmkarrieredet? Hogyan jutottál az audiovizuális doménbe? Hát azzal szeretném kezdeni, hogy talán a karrier meg a filmkarrier az még a mai napig egy kicsit erős kifejezés számomra. A mozgóképben meg a filmben körülbelül tinédzser koromban kezdtem igazán érdekelt lenni. Ugye akkor robbant be például a YouTube meg ezek a YouTube-os sortok a mi világunkba, életünkbe. És akkor tűnt az reálisnak, hogy tényleg én is egy kamerával, pajtásaimmal, ötleteimmel nem csak, hogy alkotni tudok, de mások elé is tudom ezt tenni. Ugyanakkor kifejezetten nagy örömmel mentem moziba, DVD-ket gyűjtöttem. Ez volt a, hát talán a kedvenc szórakozás, ami igazán le tudott választani az akkor éppen ilyen aktuális tinédzser gondoktól meg élethelyzetektől. Az első kamerám meg az első próbálkozások azok nagyságrendileg olyan 14-15 éves koromba kezdődtek, először fotóval és utána már videóval. Ezeknek a kis túlzással alkotásoknak a nagy része nem látta meg szerencsémre a napvilágot. YouTube csatornám, aminek most már eléggé hűlt helye, de azt 16 éves koromba indítottam az akkor éppen aktuális mémes, kommentáros zsanrába. És ezekkel párhuzamosan azért, hogy tudjak fejlődni és legyen pénz például felszerelésre vagy minimális keret, különböző videópályázatokra neveztem be, főleg magyarországi vonzatúakra. Tehát nagyságrendileg 16-17 éves koromban csináltam vagy alkottam olyat, amit esetleg az emberek elé tudtam tenni, és azt el is fogadták a magam setes utamódján. Nagyjából akkor már megfogant bennem az ötlet, hogy itt valószínűleg ilyen téren fogok tovább tanulni, szüleim bánatára, mások örömére, és nagyjából már ilyen 10-11-es koromban tudtam, hogy a Bábesse fog felvételizni a filmfotókarra. Említetted itt azt ugye, hogy már YouTube csatornád elég korai évben volt, és még maga mellé tehetjük azt az információt is, hogy ez akkor kezdődött. Tehát, hogy amikor te 16-17 éves voltál, akkor volt az a lépés a YouTube-nak és minden ilyen média platformnak, hogy egyre nagyobb és nagyobb lett. Említetted itt, hogy abból a szempontból is kezdted, hogy valamilyen szinten pénzt csinálj ugye belőle, tehát hogy valami haszna is legyen belőle. Ez valaha sikerült már abban a korban, vagy csak sokkal később utána? Ez egy nagyon jó kérdés, hát szórakoztatni szerettem, meg szerettem volna, a pénz az inkább a szükséges rossz volt, sőt az a mai napig, tehát hogy a céltábla közepén nem a pénz volt, mert nem a pénz van, mert nem is a pénz lesz, tehát ennyit engedd meg, hogy hozzátegyek. Sajnos vagy szerencsére sikerült olyan szinten, hogy a YouTube csatornám még nagyjából gyerekcipőbe járt, tehát ilyen pár ezes feliratkozás, pár tízezes megtekintés, és akkor jött már például a kommentben olyan megkeresés, hogy egy kanadai, de magyar vonatkoztatású úriember megkért, hogy vágjam az ő websorozatát, meg ott csinálja különböző ilyen relatíve alap, de
effekteket, meg utómunkát, chroma keyt és hasonlót. És akkor ez például elég durván elvonta az erőforrásokat a YouTube-tól, de ott már valamennyire egy önfenntartó felállás lett. Ez nagyon jól hangzik, és most lehet egy picit fura kérdés, sőt, hogy abból a szempontból kimenőleg, hogy változott azóta nagyon sokat ez a domén és ez a médium. Kérdezem úgy, hogy aki el akarja ezt most kezdeni, mint ahogy elkezdette abban az évben, tudnál neki javasolni valamit, hogy hogyan kezdje el? Mert ugye említetted, tehát, hogy nem maga a YouTube volt, vagy ezek a média platformok voltak azok, amik előre segítettek téged, hanem megkerestek. De megkeresési alapon milyen tanácsot tudnál adni azoknak a diákoknak, azoknak az embereknek, akik ebbe akarnak dolgozni? Tegyük fel, vágók akarnak lenni youtubereknek, vagy ugyanígy, hogy te mondtad, egy sorozatot vágni. Egy-két VFX, egy-két FX. Értem. Tehát, hogy azoknak a feltörekvő fiatal kollégáknak, akik ha nem is saját projektekbe, de bedolgozni esetleg szabadúszóként szeretnének ebbe az online szférába mozogni. Hát először is a portfólió, meg a reputáció, meg a kapcsolatok körülbelül fordított sorrendben. Tehát, hogy ott kell lenni nyitott szemmel, nyitott füllel kell járni, mind az online szférába, mind a hétköznapi életbe, esetleg, hogyha van egy zárt közösség, legyen az egyetem, baráti társaság, akármi, akkor ott is résen lenni és fülelni, hogy ki az, akinek az ember segíteni tudna. Tehát, hogy az első felállásban ez kéne a helyes megközelítés legyen, hogy mivel tudnád te az ő életét, vállalkozását jobbá tenni, és akkor majd utána fog következni az a visszacsatolás, hogy szó lesz a pénzről, szó lesz gyártásról, szó lesz ajánlatokról, szó lesz következő munkákról. Kicsibe kell kezdeni, tehát hogy a karriert meg a magabiztosságot is ilyen téren is ajánlatos saját tapasztalatból kiindulva lépésről lépésre felépíteni. Tehát jó, hogyha hasonló korú hozzáállású emberekkel kell kezd az ember kollaborálni, és együtt nőttök, mert akkor az elvárások is mérsékelve vannak, és közösen tudjátok megugrani ezeket a szinteket. Tehát, jó értem, akkor a fő motivációja az maga az, hogy embereken segíteni. Igen, igen. Tehát az és mondjuk, ebből kinőhet, tehát hogy van egy ilyen fő motiváció, ami ne tegyük fel anyagi helyzet legyen, hanem az, hogy vállalkozásokon, embereken, magánvállalkozókon tud segíteni a te szervizeteddel, gondolom. Tehát, igen, ez mondjuk egy rendkívül szubjektív dolog, hogy mi az, ami kinövi magát, meg hogy változik az embernek a motivációja, meg élet szemlélete. Nagyjából mindig ez kéne, vagy ez talán a legegészségesebb hozzáállás, hogy segíteni és támogatni, csak akkor, hogy itt az ember szinteket tud lépni azoknak a vállalkozásoknak a léptékei, elvárásai, produktumai változnak, de nagyjából igen, ez az irányelv szerintem. Ez nagyon jól hangzik, tényleg ez egy nagyon jó gondolat. Folytassuk akkor oda, ugye említetted most, hogy először YouTube szférában, ilyen médián kezdted el, megkeresések, aztán az első vágási munka. Hogyan haladtál tovább? Tehát, hogy ez a passziót folyamatosan fennmaradt, gondolom, egyetemig, hogy akkor ezt az egyetemet választottad, mint filmes média. Igen, ez fennmaradt, viszont körülbelül eddig az első fizetős munkáig tartott az igazán zökkenőmentes fejlődés. Utána már, hogy mondjam, egy kicsit nagyobb kilengések voltak az én, nevezzük, életutamba is. Tehát igen, megtörtént a felvételizés, megtörtént főleg az egyetem keretein belül rengeteg, nem rengeteg, de azért szép számban voltak különböző munkák, legyen az tévés, élőadás, hozzáférésünk volt stúdióhoz, tényleg az álmaimban éltem, meg éltünk nagyon jó csapattal. Viszont igen, egyre jobban kezdett közbeszólni az anyagiak, tehát hogy oda is fejlődni kéne, meg ugye akkor is, tehát hogy felvételiztem 18 éves koromban, ugyanakkor azért beállnak ott változások, kiköltözés, beköltözés, elmenés, és elég sokat kallottam még a filmes világtól, meg az országtól is távol, tehát hogy ilyen nem tudom, ilyen nyári szünetbe kiugrani Angliába, puli munkákat, meg szendvicseket készíteni, visszajönni, megvenni a kamerát. Itt, tehát nem tudom, itt a központban valószínűleg az összes ilyen
lepukkant bárba meg kaszinóba mértem már piát annak idején, tehát hogy ott is bedolgozni, ott egy icipicit érezhetően eltávolodtam a filmes világtól, főleg megélhetési vonzatból. De így after-all nem távolodtál-e teljesen, mert ahogy említetted, amikor kint voltál is dolgozni, vagy más is dolgoztál, azt visszainvestáltad. Tehát, hogy kamerát vettél belőle, gondolom, felszereléseket, tehát, hogy lehet, hogy külsőlegesen, vagy egy picit felszínes szinten, de valahogy még mindig ugyanaz volt a passzió. Igen, igen, az volt, és most is, és valószínűleg az is marad, és ott mind magamnak, mind például a kollégáimnak és az életemnek is köszönhetően, hogy tényleg nagyságrendileg nem távolodtam el, és közel maradtam mind a filmvilághoz, mind az oktatáshoz, mindezekhez a lehetőségekhez. Tehát, hogy voltak ott azért pótvizsák szép számmal, de sikerült itt maradnom ezekbe a berkekbe. Igen. Ugye te 2018-ban végezted az alapképzést ezen az egyetemen, és akkor az azt jelenti, hogy 2015-ben kezdted. Igen. 2015 óta, hogyan kérdezem ezt, most ahogy így körülnézel, szerinted mennyi változott és pozitív változás látsz itt? Hát a rövid válasz az az lenne, hogy igen, hosszú válasz az, hogy igen, de igen, egyértelműen, sőt, már amikor, hogyha csak a 15-ös kezdést és a 18-as alapfokú végzésen veszem referenciának, ott is egyértelműen az irány meg a színvonal nőtt. Minden téren, mind a diákok, mind a tanárok meg azok hozzáállása, eszközpark, lehetőségek. Annyit még hozzá szeretnék tenni, hogy 18-tól 20-ig mesteriztem szintén a Bábesbolyi Tudományegyetem Berkeiben a dokumentumfilmgyártás szakon, ami angol nyelven folyt, már a román szak gondozásába. És ez alatt az idő alatt is én bejártam például a magyar kollégáknak is a mesteri óráira, elég szép számmal meg részt vettem a projektjeiken. Tehát nekem az egyetem az alsóhangon is 5 évet lefedett az életemben, és egyértelmű volt a változás. Hát most a jelenlegi helyzetet, meg ezt a létesítmény, meg infrastruktúrát látva, hát vizet se vihet az akkori felállása mostaniak. Tehát, hogy egyértelmű, sőt, már csak így rajtatok, mind számba, mind hozzáálláshoz, mind a személytek csillogásával látok egy érezhető változást. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kedves dolog, amit mondasz, örülünk neki. Folytassuk akkor, haladjunk egy picit ugye előre, említetted, hogy a mesterit is itt végezted, az alapképzést is itt végezted. Az 5 évből mi volt az, ami veled maradt a legjobban? Tehát egy dolgot, ha ki tudsz emelni, ha nem, nem probléma, de kíváncsiság szerint. Mi volt az, ami veled maradt erről az egyetemről? Ez egy jó kérdés, megpróbálok rá válaszolni, de nem ígérek semmit. Akár egy pillanat, akár egyetlen egy skill, amit itt elsajátítottál, akár kontaktok, akár emberek, bárki. Tehát, lehet negatív, tehát nem negatív, mondjuk azt, hogy lehet neutrális is, tehát hogy itt nem kell mindenféleképpen pozitív dolgok. Hát talán, hogyha tömbösíteni kéne, és egy válasz kéne, akkor a támogatás meg a hozzáállás, tehát hogy ahogy hogy egymáshoz hozzáálltunk, és hogy mondjam, minden szóvirág mellőzésével, tehát a mai napig ugyanúgy legyen az projektvállalkozásom, nagyjából ugyanazokkal az emberekkel vagyunk, és dolgozunk együtt, akikkel akkor is egymáshoz fordultunk, meg lefilmeztük, megcsináltuk, bebuktuk. Tehát az, hogy egymásra voltunk, nem egymásra voltunk utalva, de számíthattunk egymásra. Tehát akkor ilyen csapat és közösség épült ki, ami még azóta is teljesen beél. Igen, igen, ez igen. Ez fontos eleme. És osz. Csapaton belül ugye segítettük egymást, rengeteget tanultunk, ilyen peer-to-peer alapú, motiváltuk egymást, tehát körülbelül ez lenne. Azon kívül hozzá ilyen 101 humoros, meg kevésbé humoros anekdótát tudnék ide bevonni, de ez lehet nem az a műsorban. Ugye, ha jól emlékszem, akkor mesteri közbe kezdted el a fókuszeretet, egy picit térjünk akkor át erre is, mert ugye te vagy az alapítója a fókuszeretnek, te vezeted a vállalkozást, és egy nagyon-nagyon vagány, nagyon jó és kisnisét megfogó vállalkozásról beszélünk itt. Hogy alakult ez ki? Egyedül kezdted, voltak emberek, honnan jött az ötlet, mi ennek a története? Fú, hát mind elég sok dolog az én életemben, a makacságomból indult. Tehát, hogy ott voltam relatíve még kezdő filmesként, alapképzés vége, mester is eleje,
bejártam, dolgozgattam, internshipek, Kolozsvár, Budapest, próbáltam a filmes szférákból ott lenni, és ugye vele járó, hogy én is szerettem volna eszközparkot újítani, meg láttam egy csomó jópofa kiegészítőt, és egyszerűen olyan árban, meg olyan gyatra minőségben voltak. Most gondoljon az ember kameratáskákra, különböző tényleg ilyen kicsi textil alapú filmes kiegészítőkre, hogy számomra hihetetlen volt, hogy azt ilyen áron, ilyen minőségben, ilyen feltételek mellett lehet csak hozzájutni. És akkor elindult a vezérhangy, hogy ezt valószínűleg én is, vagy mi is egy másfél varrógéppel meg tudnánk csinálni, és fel tudnánk egy csábítóbb brandet, termékcsaládot, és... Nem arra, hogy beleszólok egy nagyon gyors annyit, hogy ugye kameratáskákat gyártotok, tehát hogy ezeket a steadybag-eket, egy picit a termékről beszéljünk, mielőtt arról beszélnénk, hogy a termék hogyan született meg. Igen, most még azért kezdjük az, hogy nagyon limitált termékcsaládunk van, a fő meg a húzó termék az a steadybag vagy a redbag, ami egy kamera stabilizáló táska, tehát hogy nem fizikailag teszi bele az ember a kamerát, hanem mindegy ilyen válköré vehető nagy babzsák statikusan stabilizálja a kamerát. Tehát nagyjából egy átmenet a kézi handheld kamerás felállás meg a gimbal között, tehát hogy valamennyire megvan ez az organikus, természetes kép meg vibe, de anélkül, hogy tényleg az ember leamortizálna a gerincét, vállát a 8 órás forgatásra, vagy például nagyon mechanikus, kiszámított gimbalos mozgásoknak, ez egy elég jó alternatíva. És emellett pedig statikusan is lehelyezni, felhelyezni, rögzíteni a táskát, legyen az kocsi, motorháztető vagy faágar, és ez lehetőséget ad. Szívből remélem, hogy amire ez az epizód eljut a hallgatókhoz, azért megduplázódik, triplázódik a termékcsalád, mert nagyon-nagyon keményen dolgozunk ezen. Ezzel sikerült megválaszolnom a kérdést. Igen, abszolút. Még lehet, egy picit lehet off-topic téma, de engem érdekel. Emögött valami fizika kell legyen, tehát az, hogy ez működjön is, ugyebár, hogy stabilizálja a kamerát, rá tud tenni, főleg, hogyha a válban van. Itt gondolom, beleszámít az anyag, amiből csináljátok, beleszámít az, hogy ennek milyen súlya van. Ezt hogy csináltátok meg? Az első prototípust, amit létrehoztatok, például működött-e? Hát az igazsághoz hozzátartozik, hogy ilyen meg hasonló próbálkozások meg irány már volt, tehát hogy nem az zéróról építettük fel, tehát tudtuk, hogy vannak párnás, különböző steadybagnek nevezett, vagy ahhoz hasonló felállások, különböző töltelékkel, anyaggal, tehát hogy léteztek, és az elstartolás előtt hozzám is került elég sok fajta, meg sok gyártmány ilyen, tehát tudtam őket tanulmányozni, meg átgondolni, és valamennyire működött. Most a harmadik generációnál tartunk ennél a termékcsaládnál, tehát hogy mi is fejlődtünk, meg mindig nyitott füllel jártunk, keltünk, és ahogy feedbackek jöttek, gyűjtöttük, és összeírtuk, és kipróbáltuk, és létrehoztuk, és megrendeltük, és kiterveztük. Tehát nagy különbség van például a 2020-21-es táskáink meg a mostaniak között, de működött. Mondom ezt annak alapján, hogy az embereknek tetszett, vették, visszaálltak, érdeklődtek, és mi is nagyjából a vásárlói körrel együtt fejlődtünk. És most már tényleg annyira részletekbe menően tudunk koncentrálni a termékfejlesztésre, és mind a beszállítói hálózatunk, mind a saját know-hánk akkor, hogy tényleg érdemben tudunk újítani. Legyen ez egy váltámasz, legyen ez az anyaghasználat, legyen az a csat, hogy igen. Így a termékekre visszatérve, és az, hogy megrendelők, ugye, ha jól láttam, öt különféle céggel dolgoztuk most jelenleg együtt, amiből nem, többel, bocsánat, 50 Európában csak, van Ázsiából, Japánból egy, és Amerikából a BH fotó, igaz? Ha jól emlékszem, akkor két németországi, csak ennyire emlékszem be. Hát igen, meg hál' Istennek ott is az elmúlt update óta még sikerült partnereket és viszont eladókat szereznünk. Hány partnerért tartatok most? Hát, hogyha kizárólag a retail partnereket vesszük, nagyságrendileg is számon tevő jelenleg 8, de évvégére valószínűleg a 11-et el fogjuk érni, és az angol piacon is számon tevően jelen leszünk. Abszolút, nagyon jó hangzik.
hogy ehhez, hogy ezt elérd, de ehhez szüksége van egy brandre. És szükséged van arra, hogy eljusson az emberekhez ez az információ, eljusson az emberekhez a termék, tehát hogy ezt marketingelni kell. Hogy kezdtétek? Hogy alakult meg ez, hogy alakult meg a fókuszred? Hogyan lett az embléma és a középpontú jelképe a patkány, vagy az egér, bocsánat. Tehát, hogy mi volt az iniciális ötlet, mivel indultatok, hogy mire építettétek a brandet? Hát ugye kronológiát tekintve a gondolatmenet, az ugye az volt, mi már említettem, hogy láttam és frusztrált, hogy a piacon lévő termékek azok ilyen árba, ilyen minőséget képviselnek, és amiután elkészültek a már vállalható prototípusok, ugye én is akkor még egyszemélyes volt a Kft., arra a következtetésre jutottam, hogy ugye akkor itt valami brand kell, lehetőleg egy olyan, amivel a kollégák tudnak asszociálni, meg egy szerethető, de mégis vagány brand image-et fel tudnánk rá húzni. Elég sok generikus branden is gondolkodtam, meg átfuttattam, film tools és ennek a permutációi. Jogvédettek voltak, vagy a domain már foglalt volt, és akkor kezdtem egy picit ilyen elvontabban gondolkozni, hogy fókusz, 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 és a fókusz rett az úgy csapódott hozzá, hogy az nekem is egy adott ponton, meg egy kollégámnak ilyen belső poén volt, meg patkának szólítottuk egymást, ami úgy ragadt rá, hogy beszöktünk egy koncertre, és nyakon csíptek, és azt mondták, hogy menjetek el innen, patkányok, és akkor azóta az anti kollégámmal ez ránk ragadt. Utána ugye logikus lépésként kellett a logó meg a font. Ott szintén egy bábeses kolléganőm, Clementina segítségét kértem, hogy segítsen nekem felszketcselni egy ilyen délután egy pár logót, tehát ez az ő keze munkája, kis filmes csapós patkány. Gondolom itt még nem beszélünk ilyenekről, mint AI, meg ezek a túlok, amiket fel tudsz használni most, hogy instant csinálnak neked logót. Ezt ti csináltátok, tehát ő lerajzolta meg, és ez teljesen organikusan jött létre. Igen, tehát hogy úgy ért, hogy én felszketcseltem, megnéztünk ugye, tehát ilyen inspirációkat, ezt, azt, azt, és akkor lett egy ilyen kétdimenziós patkány. És mikor döntétek el, hogy ezt a karaktert meg kell bábosítani? Hú, hát ott egy elég nagyot... Mert itt ki szeretnék rá térni, hogy ugye bármilyen közösségi médián és platformon láthatjuk ezt a patkányt, tehát videókban beszél, van egy saját hangja, egy térben mozog, tehát ez nem csak egy szimpla 2D-s, 3D-s infografika, hanem egy szereplő, egy karakter, akinek megvannak a jellemvonásai, a hangja, az, hogy hogyan beszél, az, hogy miről beszél, tehát hogy emögött ezt ki kellett találni. És erre vagyok kíváncsi, hogy jött ez az ötlet, mert ugye a produkciót nézzük, ez nem egy könnyen megvalósítható dolog. Itt engedd meg, hogy nagyon gyorsan visszacsatoljak az előző kérdésedre, ami a marketinget érintette. Én is, meg mi is már egy adott ponton, mint vállalkozás, meg vállalkozó, ugye rájöttünk arra, hogy a termékeket népszerűsíteni kell, a felhasználott klienseket, kollégákat edukálni kell. És ugye az számunkra is elég egyértelmű volt, hogy a reklámokat, azokat úgy őszintén szívből senki nem szerette, meg nem szereti. Tehát, hogy vásárolni, tanulni szeretnek, de amikor így bekerülni, meg le kell nyelni, meg az picit sok, igen. Picit sok, és szerintem már nem azt a világot éljük. És akkor szintén egy másik ilyen frusztráció forrásom, azt szerettem volna egy kicsit polírozni azzal, hogy olyan esetleg tudás, meg tapasztalatot adjak tovább, főleg a feltörekvő, meg a 20-as évekbe járó kollégáimnak, aminek én nagyon nagy hiányát éreztem, annak ellenére, hogy egyetem, szakiskolák, képzések, internshipek, de még volt, meg van pár olyan nis tudás, vagy információ, ami nagyságrendekben segítette volna annak idején az életemet, amikor a filmszetekben mozogtam. És akkor erre szerettünk volna felhúzni többek között Bogdán Farkas kollégámmal egy olyan koncepciót, amivel oktatni lehet, amivel egy picit az emberek agyába a brandet meg a patkányt el lehet ültetni, anélkül, hogy explicite a képükbe nyomjuk. És lényegében egy animált sorozat /
Zokni Bábú volt a kiinduló pont, ami aztán egy diszkrét másfél év alatt kinőtte magát tényleg egy emberméretű bábúvá, meg egy 70 négyzetméteres szetté, meg egy több emberes produkcióvá. És most jutottunk el oda, hogy tényleg ezeket a célokat meg tudjuk valósítani, és már valamilyen szinten gyártásnak tudjuk nevezni azokat a folyamatokat, amivel benne vagyunk, és amivel készülnek, mint a rövid formátumú tartalmak, mint például a hosszabb oktató videóink. Itt ugye említed a rövid formájú tartalmat. Közösségi médián borzasztóan jelen vagytok, tehát minden van, ami lehet. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, mindenhol meg lehet titeket találni, ez nagyon-nagyon vagány. És erre milyen plánotok van, milyen tervetek volt? Mindenhova ugyanazt a fajta tartalmat gyártjátok? Mindenhova leosszátok külön a tartalmat? Mi az elképzelés? Mert ugye nagyon sok rövid tartalmat csináltok, tehát Instán is megtalálható, TikTokon is megtalálható, YouTube-ra csináltok hosszú formájú tartalmat is. Mindenhova más jut. Hát itt az igazsághoz tartozik, hogy igen, jelent vagyunk, meggyártódnak, de ahogy mondjam, nagyon gyerekcipőbe járunk, mind a tartalomgyártás, mind a számok, mind a visszacsatolás terén, tehát itt még az ezeres, tízezeres megtekintésekbe, YouTube-on sokszor a pár száznál, tehát hogy azért ez legyen kimondva, hogy mi a kísérleti fázisban vagyunk, olyannyira, hogy például TikTokról meg Instáról 3 hónapja mindent visszatöröltünk és újra kezdtünk, és körülbelül most próbáljuk, meg most sikerül megtalálni nisünket, tehát abszolút válaszokat nem tudok adni, meg nem vagyunk abban a helyzetben. Mi volt az oka ennek, hogy archiváltátok az eddigi tartalmakat? Mint volt egy shift, egy változás a brandben, a brandkénben, vagy a tartalmat akartátok megváltoztatni, más volt a target doméniuma ennek, vagy mi volt a kiváltó oka, hogy archiváltátok, vagy letöröltétek? Szuper kérdés. Talán a legfontosabb az volt, hogy több fajta kontentet posztoltunk, gondolok itt most főleg az Instagram, a TikTokra. Ez azt jelenti, hogy a patkány nem csak ebben a megbábosított formában, hanem animált formában is létrejött. Voltak például képregények, volt például user generated content, tehát amit a vásárlóinktól kaptunk, volt egészen commerce szagú, például videó és fotó content, tehát egy elég zűrzavaros helyszín lett, igen. És eljutottunk arra pontra, hogy megvan házon belül az a tehetség, meg segítség Varga Norbert kollégám személyébe, hogy ezeket egy sokkal kuráltabb, meg kellemesebb módon vagy újra töltsük, vagy új kontentet gyártsunk, és akkor úgy éreztük, hogy mert az Instagram is valahol egy piac tér, meg egy portfólió, tudunk annál jobbat. Abszolút. Beszéltünk ugye a vállalkozásról, hogyan alapul, de beszéljünk akkor egy picit az inspirációkról, a tieidről is, és az, hogy mivel inspirálnád a nézőket is. Tehát egy vállalkozást fel kell építeni, egy brandet létre kell hozni, járni kell vele, törtetni, tehát hogy ez nem történik egy éjszaka alatt. Neked ez hogy sikerült? Tehát hány partnered volt az elején, hogyan bővültek, mi volt az elképzelés a networkingre, vagy csak történt? A te sztoridra vagyok kíváncsi, és aztán esetleg, hogyha tudod-e inspirálni a nézőket ennek kapcsán. Hát akkor kezdjük az én sztorimmal, amit ismétlek, még mindig nagyon gyerekcipőbe jár. Tehát, hogy nem is a közösségi médián, tehát hogy... Minden téren, két éve indult vállalkozásról beszélünk, tehát hogy azért 700-750 nap az nem olyan rengeteg idő. De mi az, ami inspirált? Voltak elsősorban olyan emberek, kollégák, akiknek a hozzáállása inspirált, nem feltétlenül üzleti téren, de például szakmai téren, tehát hogy a kitartás, akármi áron belekezdünk, megcsináljuk, ha belebukunk, jó, hanem még jobb alapon, tehát hogy a filmiparban szerencsém volt olyan emberekkel együtt dolgozni és közel kerülni, akik nem csak hogy inspiráltak, de a szárnyuk alá vettek valamilyen szinten, tehát hogy már maga annak az élménynek a megélése, hogy bíztak bennem, és bevettek, és elhívtak, és megmutatták. Ez a 20-as éveim elején egy hatalmas busz volt, meg sokszor ők adták a lovat alám, hogy igen, ebbe érdemes belekezdeni, érdemes megcsinálni, nincs veszíteni valód. Ez volt ugye az egyik dimenzió. A másik dimenzió, hát partnerek terén, meg segítség terén,
ezt a vállalkozást illetően nem igazán volt, tehát hogy ez egy saját finanszírozásból, meg egy másik vállalkozásomból kilapátolt pénzből indult. Ugye, és ahogy lassan beindult, akkor ugye már hozzáférésem volt, hát különböző finanszírozási lehetőségekhez, nevezzük banknak. Tehát ő például az édesanyámik lakásnál is úgy van jelzálog, hogy valószínűleg apám ebből a podcastből fogja megtudni. Tehát, hogy amikor láttam, hogy működik, akkor már beteges módon akkor behúztam a szükséges pénzeket. Hát a kérésed második fele, hogy mivel tudnám inspirálni. Mondjuk azt, hogy nem is inspirálni. Ugye ez a magánvállalkozó, vállalkozó szerepe, ez egy olyan dolog, ahol az ember törtet. Tehát ezt be egyet tudunk érteni. Tehát, hogy nagyon sokszor el fogsz bukni, és emberekkel kell dolgozni. És a kérdésem az, legyen egy első kérdésem, és utána akkor menjünk tovább az inspirált lényegre. Szerinted megéri-e partnerekkel együtt dolgozni, és még el is bukni? Nagyon sok esetben, ezt említetted te is, hogy az elején azért nagyon sok bukdásolás van, de tegyük fel évek alatt, és egy időtartamon belül elérni oda, hova szeretnétek. Tehát ez egy olyan kinézete erre, ami megéri. Kérdés. Igen, ez egy olyan kérdés, amire én is nagyon aktuálisan és görcsösen keresem a választ. Tehát eddig mind vállalkozás, meg vállalkozások, nem szerettem volna senkit bevonni, például alapítói vagy részesedési vonzattal, tehát hogy saját szakára szerettem volna, főleg azért, hogyha úszik az egész, akkor magamon kívül ne kelljen másnak elszámoljak. Viszont például a Focus Red most érzem, hogy egy olyan fordulóponton van, hogy be kell vonni embereket, csapatokat, tőkeerős profi brigádot, aminek valószínűleg lesz egy részesedési vonzata is, de egyelőre itt még csak feltételes módban tudok beszélni. Tehát konkrét választ nem tudok adni, az ember hallgasson a megérzésére nagyon durván, mert azokkal fog élni, tehát mind megérzés, mind érzések, és nézze meg, és hogyha szóba kerül partner, nézzen a szemébe, és futtassa át az agyába, és ne hamarkodj el a döntést. De ennél konkrétabb választ jelen helyzetben nem tudok adni. Abszolút. Köszönöm szépen, köszönöm így is, úgy is a választ. Akkor régóta, tehát, hogy amit most végig beszéltünk, régóta benne vagy ebbe a doménba. Milyen tippeket, milyen tanácsot tudsz adni azoknak a fiataloknak, akik elkezdtek filmezni, akik beleugrottak ebbe az audiovizuális világba? Hogyan kezdted, hogy hogyan szerez tapasztalatot? Megéri-e például ingyen dolgozni? Hogyan építs ki egy olyan, tegyük fel, kliensbázis, ismeretségi bázis? Tehát erre vannak-e ilyen cheat kódok, vagy ez naturálisan, organikusan történik, minél többet vegyen részt az ember? Cheat kódok nincsenek, tehát ennek úgy amblok az egésznek. Ára viszont van, ami exponenciálisan nagyobb a kezdetekkor, tehát több munkaóra, kevesebb honorárium, kedvezőtlenebb feltételek, ez a velejáró, főleg az első lépéseknél. Csinálni kell, és talán ez az a lépés, amin a legtöbben még a közvetlen, hát közelem vagy a, így, hogy visszaemlékszek a sulis éveimre, ez ahol elbuknak, hogy nem csinálják. Ez ugye egy nagyon-nagyon szubjektív dolog, hogy ha nem csinálja, miért nem csinálja, tehát ennek millió egy oka van, nem vagyok olyan helyzetben, hogy én ezt bárkit kioktassak vagy beleszóljak, Abszolút. de csinálni kell, nyitott szemmel, nyitott füllel kell hozzáállni, és nagyjából az univerzum meg a szakma is, amit te beleteszel, azt szokta visszaadni. Tehát azt a hozzáállást, azt a profizmust, azt az alázatot. Hát, hogyha te is úgy állsz hozzá kollégákhoz, projektekhez, volumentől függetlenül, hogy akkor apait, anyait beleadsz, és Közel lesz ismerve. igen. És nem szabad túl nagyokat ugrabugrálni. Tehát, hogy ne vállaljuk túl magunkat, tartsuk csekbe az önbizalmunkat, a szaktudásunkat, és szépen lépésről lépés, ami azért nehéz lehet ebbe a mai világban, amikor gyorsan történnek a dolgok, és ez is kéne, az is kéne, megélni kéne, újítani kéne, dobbantani kéne. De
nem igazán lehet főleg ebbe a doménbe a lépcsőfokokat átugra ugrálni. Ugye említetted itt, hogy csinálni kell mindenféleképpen, és említetted ezt is, hogy a mai világban, hogy hogyan haladunk, ugye technológiailag, digitalizálunk. Merem azt mondani, hogy most már megvannak azok az eszközeink, amit tegyük fel neked abban az időben nem volt, vagy még régebbre visszamenőleg. Tehát nagyon sokat haladtunk előre, tegyük fel, ez mesterséges intelligencia, maga a programok, amelyekben vágunk, VFX, Sound FX, már tényleg egy olyan szinten van, ami nagyon kinőtte magát. És a kérdésem az lenne, hogy szerinted mennyire tudja ez exponenciálisan segíteni a mostani filmeseket? Tehát, hogy ki kell ezeket használni, mert borzasztóan nőni fog a fejlődés, vagy csak organikusan, amit az ember érez. Mi a véleményed erről? Hát, hogy ki kell ezeket használni, ki kell ezeket tapasztalni. Tehát azt magabiztossággal mondom, hogy az ember legyen képen, engedjük, hogy a technológia meg az univerzum nagy ívvel haladjon mellettünk. Ami az AI-ról meg a felhasználásáról szól, vagy szólhat, hát nem. Kezdjük egy olyannal, hogy ti például, vagy te személyesen, vagy a te csapatod, vagy akikkel dolgozol, tudsz-e valakit, aki használja? Használja egy olyan szinten, hogy rendszeresen. Tehát nem csak egyszer kipróbálta, megíratta vele, nem tudom, egy kis vicces verset, egy haikut, hanem használja, és fel is tudja használni, és alkalmazni is ugyanúgy a doménben, mint filmes. Belőlünk meg a fókuszredből kiindulva azt mondom, hogy igen, tehát hogy mind magunkat, mind csapat, mind például a kollégáimat különböző egyéni projekteken használjuk, meg használni fogjuk csínyával, tehát mind a képgeneráló képességeket, mind például van, hogy zenét vagy copywriting terén nagyon-nagyon kis részeket újraírni ideális, képek terén is ennek tudatába léve meg olyan kontextusba szoktunk használni generált képeket. Amit még használunk, az például videóknak a minőségét, ilyen enhancing terén ott is van különböző, többfajta AI van, de az is benne van a portfóliónkban. De a munka érdemi részét csak mi tudjuk meg, csak az élő ember, meg az élő tehetség az, ami azért oda teszi a szívét, lelkét. Tehát, hogy anyagilag végtelenszer előnyösebb lenne, hogy narrátort lecserélni, a háttérzenét ilyen AI-osított bitekre váltani, de akkor az már egy más produktum, és úgy érzem, hogy egy kicsit kevesebb lenne ettől. Ugye nagyon jó, hogy ezt említett, mert ez lenne a következő kérdésem, hogy hogy érzed, van ennek egy veszélyaránya? Tehát, hogy egyre több, tehát, hogy egyre többet veszek én is észre, és valószínűleg te is láttad, hogy bárhol nézi az ember, tele van olyan tartalommal, amit valószínűleg nem ember csinál, csak nyomják kifele, tehát naponta 10 videó, és megy, és megy, és minél nagyobb lesz ez a réteg, minél több tartalom kerül ki, annál nehezebb lesz megtalálni azt a tartalmat, amit meg kéne találni, hogyha érted, mire gondolok. És hogy veszélyhelyzete, tehát hogy eljutunk-e arra a szintre, hogy már az AI átveszi, tegyük fel bármilyen videomaker, kreátor embernek a munkáját, vagy scriptwritereknek, bocsánat, forgatókönyvíróknak, azoknak az embereknek, akiknek tényleg nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepük van. Igen, ez egy szuper, meg egy nagyon aktuális kérdés számunkra is, tehát hogy szeretném meg azt hinni, meg azt vallani, hogy a minőség az eljut a megfelelő, hát legyen az néző, vagy kliens, vagy bármilyen szférához. De hogy te is megemlítetted, a legnagyobb veszélyt jelenleg ebből a zajból, meg ebből a többek között AI által is gerjesztett, elég gyenge értékrendet, meg minőséget képviselő dzsungelből kikerülni. Tehát, hogy ugye nem csak, hogy AI generálja a termékeket, hanem ugye itt AI meg algoritmusok dobják ki ezeket a termékeket, meg juttatják el a nézőhöz. És maga az automatizációja. Igen, tehát ez egy szörnyen nehéz műfaj, meg szörnyen nehéz feltételek, meg játékszabályok, amit még mi is, ami még mi is csak tapogatózunk, ez még egy olyan út, és szívből remélem, hogy majd ráérzünk meg, eljutunk arra a szintre, hogy eljut, aki ezt szeretnénk, és
Mindenkinek ezt ajánlom, hogy végezzel a házi feladatát, nézze meg, hogy amit megcsinál lehet akármilyen jó, de ez hogy tudna eljutni. Legyen ez bármi, zenei videó, TikTok, rövid film, bármi. Mi most gondolkozunk években most. Mi az elkövetkezendő legnagyobb célotok, tegyük fel a fókuszát? Te vagy a te személyes, hogyha nagyon személyes, akkor nem válaszolsz, de a fókuszra te hozz, mi az a szint, amit most el akartok élni? Legyen ez közösségi média, legyen ez vállalkozás alapon. Mi a következő lépés? Tehát beszéltünk már azt, hogyan alakult, hol vagytok most, és hova mentek? Hát ugye szégyen szemre hiába most vállalkozóként képviselem a céget, megállok itt előtted. Én nagyon érzelmi alapon szeretem, meg szerettek, meg csak itt tudom kormányozni ezt a hajót. Úgyhogy célokról célokra ugrabugráltam, büszkén mondhatom, hogy azt, ami erre az évre el volt érve, azokat elértük, tehát megvannak azok a partnerek, számok, produktumok, amiket szerettem volna. És most így nagyon absztrakt megfogalmazás, meg konkrétumok nélkül a következő szint elérése pontosabban az lenne, hogy tényleg bevonjak egy olyan, hát nevezzük mondjuk cégcsoportot, egy olyan segítséget, mind anyagi, mind professzionális, akivel belátható időn belül meg tudjuk ugrani azt a szintet, hogy egy globális márka legyünk, a termékcsalád az mind minőségben, mind mennyiségben exponenciálisan növekedjen, tehát hogy nagyságrendek 5-6 új termék legyen a következő évre és szezonra. Tudjunk egy kicsit átúszni a fashion meg a lifestyle termékekre is, tehát hogy ruhák, kiegészítők, és ott is képítsünk meg, arra is szertágazzon ez a brand image. Hát körülbelül ezek a célek, meg a célok, meg a projekciók. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm minden nézőnek, aki végignézte a Kinda Cast-nek az első kiadását. Itt volt velem Prokop Bence. Köszönöm szépen a meghívást, és hogy itt lehettem. És még egyszer boldog szülinapot kívánunk neki. Köszönöm. It was Kind of a Podcast. Sziasztok!